Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. Stúdió vendégünkben Csik János parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok. Képviselő úr, mi ezeken a beszélgetéseken mindig azzal a témával szoktuk kezdeni, hogy milyen fejlesztések vannak, merre megy a körzet, merre megy az ország. Most mégis másról kell, hogy kezdjük, egy sokkal keményebb témával, a háborúval, az ukrán-orosz háborúval, ami szinte mindennapjainkat átszövi már. Alapvetően megváltozott minden körülöttünk, bár azért a nehéz időkbe belekóstoltunk az elmúlt esztendőkben is, hiszen a koronavírus járvány az erőteljesen megtépázta globálisan a gazdaságnak a működő képességét, de azt is hozzá kell tenni, hogy az egyedi kormány döntésen alapuló gazdaságfejlesztési, gazdasági beruházás ösztönző döntések meghozták a előre várt eredményeket, és a magyar gazdasága sokkal erőteljesebben növekedett az elmúlt években, mint az európai összgazdaság, és világ összevetésben is igen jó eredményeket értünk el. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy nagyon nehéz, kritikusan nehéz időszakban, amikor lezárások, elzárások, logisztikai, beszállítói problémák, minden volt, munkába járási lehetőség korlátozása, ezzel együtt sikerült megelőznünk olyan versenytársakat a globális gazdaságon belül, akiket igazából talán a 20-as évtizednek a közepe tájékán lehetett volna normál körülmények között utolérni. Ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy lehetnek olyan válságos helyzetek, amelyekben, hogyha odafigyelünk és nem szokványos beavatkozásokat teszünk, akkor még jobban is kijöhetünk, mint ahogy abba a válság helyzetbe belekerültünk. Tehát valóban áll az a dolog, hogy kanyarban is lehet előzni, kockázatosabb, jobban oda kell figyelni, de a kanyarban meg lehet előzni versenytársakat. Most egy ilyen időszakban vagyunk ismételten, azért ez egy kicsivel komolyabb, mint a koronavírus járvány. Attól függetlenül is, hogy azért azt mindannyian a bőrünkön éreztük közvetlenül, viszont ennek a körülménynek a természete az pedig olyan, hogyha az beüt, akkor nagyon nagyot és nehezen visszafordítható módon teszi ezt. És akárhogy csűrjük, csavarjuk, hogyha valaki foglalkozott geográfiával, és mindannyian azért legalább a általános iskola 8. osztályáig biztos, hogy forgattuk a nagy atlaszokat, mind a földrajzi, mind pedig a történelmi atlaszt, és hogyha ezt a kettőt egymásra vetítettük, vagy egymás mellett néztük ugyanannak a térségnek a történelmét és a geográfiáját, akkor azt látnunk kell, hogy mi a orosz-ukrán háborút nézve hibahatáron belül vagyunk. És nekünk magyaroknak azért voltak történelmi tapasztalataink, nem csak ismereteink vannak, hanem történelmi tapasztalataink, hogyha az oroszok elindulnak, akkor azért annak lehetnek ránk nézve is súlyos következménye, hiszen 1848-49 a magyar szabadságharcnak a leverése az a szomszédainknak, vagy a velünk együtt élő testvér népeknek kevésbé lett volna sikeres, mondjuk a német ajkúaknak, hogyha az oroszokat, a keleti szlávokat nem tudják bevonni ebbe a háborúba. És aztán láttuk az első világháborúban, a második világháborúban, 1956-ban, hogy ez a fajta orosz, vagy éppen milyen terminológiát használtak szovjet akkoriban, azért az elindul, akkor az veszélyt jelent Közép-Európára nézve, és az az igazság, hogy minket soha senki nem védett meg. Sőt. És én azt látom, hogy most sincs ez másként. A NATO ugyan ad számunkra valamiféle ernyőt, egy védernyőt, de azt meg mindenkinek kell látnia itt Magyarországon is, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a NATO-beli kötelezettségeinket teljesítjük. A NATO-beli kötelezettség teljesítése az pénzbe kerül. Védelmi pénzről van szó, ezt meg kell fizetni azoknak a nagy fegyvergyártóknak, akik ellátják a NATO tagországokat, NATO kompatibilis fegyverekkel. Ezért nem véletlen, hogy a magyar kormány évek óta, most már 6-7 éve azon dolgozik, hogy a NATO keretrendszerén belül létrejöjjön Magyarországon is az a hadiipar, amely nem csak vesztesként, jó NATO szövetségesként könyvel el bennünket, akik fizetnek, mint a katonatiszt, hanem
mi magunk is elő tudjuk állítani azokat a védelmi eszközöket, amelyek számunkra szükségesek, illetve ki tudjuk szolgálni azokat a NATO tagországokat is, amelyek NATO-kompatibilis fegyvereket, akár kézi fegyvereket vagy védelmi eszközöket szeretnének, vagy könnyű lövész technikát szeretnének vásárolni. Tehát mi nem fogunk repülőgépeket gyártani, nem fogunk harckocsikat gyártani, de megvan a lehetőségünk arra, hogy mi magunk is kisebb léptékű fejlesztésekkel beszállítói lehessünk, és ezáltal a magyar gazdaság is valamilyen szinten, bár csúnya dolog erről beszélni, hogy ugye a háború az nem csak visz, hanem hozhat is gazdasági értelemben, de hogyha már ilyen kitett helyzetben vagyunk, és kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, akkor nem tehetjük fel a kezünket, hogy mi ebből akkor nem kívánunk részesedni, mi csak fizetünk, de a bevételi oldalról pedig lemondunk. Ez gazdasági kérdés, az pedig katonapolitikai és védelmi kérdés, hogy a eszközök hiányában mi a saját önrendelkezésünkről lemondunk, a saját biztonságunkból adunk föl, vagy pedig a saját biztonságunkat erősítjük, és be kell vallani azt, hogy a békéhez erőre van szükség. Hogyha nincs erő, akkor nincs béke. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarország háborúra készül, és ambíciói lennének, mert nincsenek a mi ambícióink, csupán azok, hogy tudjunk szuszogni szabadon. Tehát azt az önállóságot, amivel rendelkezünk, azt meg tudjuk őrizni. Ezért folytatjuk továbbra is Tatán a Dandárnál laktanyában a fejlesztéseket. Nyilván, hogy a hétköznapokban ezt másképp érjük meg, tehát van egy olyan fajta, mint a tapasztalata már a magyarnak, meg hát volt hasonló helyzet, mondjuk a délszláv háborúra gondolok, nem olyan messze tőlünk, viszont ilyen kihatása, ami mondjuk az energia árakat ilyen mértékben befolyásolta, azért nem volt. Ez viszont már azt hiszem, hogy mindenkinek a saját bőrén érezhető. Igen, már a koronavírus járvány idején is volt energia áremelkedés, ott inkább a logisztikai, szállítási problémák voltak azok, amik elindították ezt a folyamatot. Nem szeretnék mélységébe belemenni itt ilyen világszintű, globális szintű gazdasági elemzésekbe, de azt még az is látja, aki különösebben nem érdeklődik a regionális vagy a globális gazdasági folyamatok iránt, hogy nagy átrendeződés van folyamatban. A tulajdonosi szerkezet változik a háttérben, és szépen átmozgatják ezeket a tulajdonokat, jelentős akvizíciók, fölvásárlások történnek, és ennek az egyik mozgatórugója az energiaáraknak a növelése. Azt gondolom, hogy evidens van mindenki számára, hogy a legnagyobbak azok nem egy iparágban érdekeltek. Vesszük a fegyvergyártást, tehát aki fegyvert gyárt, az egészen biztos, hogy ott van az energetikában, ott van az egészségiparban, tehát a gyógyszergyártásban, az ott van a polgári közlekedési eszközök gyártásában, az ott van az agráriumban, az ott van a növényvédelem, a műtrágya gyártásban, tehát mindenben ott vannak. Éppen ezért arra törekszenek, hogy egy-egy kulcsfontosságú termék vagy szolgáltatás árazásával a többinek a piaci pozícióját is tudják módosítani, árakat fölhajtani. Már csak azért is, mert valamiből, mondjuk az ingyen odaadott, látszólag ingyen odaadott fegyvereket, azokat finanszírozni kell. Tehát az a tömérdek fegyver, ami most megmozdult itt tőlünk keletre, innen egy 800 ezer kilométerre, az nem ingyen van, az nem valami jótékonysági szolgáltatás vagy keretegyezmény következtében kerül oda, azt meg kell fizetni, azt tulajdonképpen az egész világ fizeti meg, ezt úgy hívják, hogy háborús infláció, ami viszi fölfelé az árakat, és ezt leghamarabb az energia árakon keresztül lehet fölemelni, főleg akkor, amikor az energia beszerzésnek a meglévő hagyományos irányait teljesen keresztbe metszve a világ másik végéből szeretnének felárral energiát szállítani és azt értékesíteni az európai piacon. Ugye az egyik mozgatórugó, a másik pedig az erre való Európai Uniós reakció, ez pedig a szankciós politika, amely totálisan elhibázott, és hogyha megnézzük, valamikor ugye április vége, május környékén születtek meg az első szankciós döntések az Európai Unió részéről, és akkor indult el az energia áraknak a robbanásszerű növekedése.
hogy akkor ilyen 8-10-szeres emelkedés történt, amit már egyszerűen nem lehetett kézben tartani. Ezért volt szükség arra is, hogy a rezsicsökkentett energia árak további biztosíthatóságát egy átlagfogyasztási, egy átlagháztartási fogyasztási szinten meg kellett húzni. Korábban ez évente ilyen 200-250-300 koronavírus időszakban 300 milliárd forint állami költségvetési támogatást jelentett. Most, ha csak a távfűtésről beszélünk, ugye ebben érintett Tata, főleg Tatabánya, az 1100 milliárd körül van éves szinten. Összességében a gáz, a villamos energia és a távfűtés Magyarországon 2200 milliárd forint kompenzációs keretösszegnél tart. Ezért is volt szükség egyrészt a rezsivédelmi alapnak a megerősítésére, másrészt pedig a rezsivédelmi alapon egy honvédelmi alapnak a kialakítására is, hogy a pozíciónk ebben a nagy átalakuló átmeneti időszakban semmilyen szempontból, geopolitikai szempontból se romoljon. Tehát a dolog akkor fog helyreállni, és akkor fogunk stabilabban látni, megélni és gazdálkodni, hogyha ez a szankciós politika felül vizsgálatra kerül, illetve a háború helyett béke lesz, tehát azt kellene ösztönöznie Európának is, hogy Oroszország és az Egyesült Államok üljön le tárgyalóasztalhoz, próbáljanak megállapodni annak érdekében, hogy mi is szuszogni tudjunk itt a világnak ezen a részén, és az európai gazdasághoz nevesztesen kerüljön ki ebből a vetélkedésből, vagy inkább viaskodásból. A magyar gazdaság erőteljesen oda van kötve a német gazdasághoz, bár hozzá kell tennem azt is, hogy az autóiparban egy olyan változás, gépjárműiparban egy olyan változás van folyamatban, amelyből az európai autóipar korántsem biztos, hogy globálisan vesztesen fog kikerülni, és hogyha a németek meg tudják a lábukat vetni, akkor velük együtt mi is meg tudjuk a lábunkat vetni, ráadásul ugye a magyar gépjárműiparnak a másik lába az keletre irányul, vagy hát keletről érkezik a megtámasztás, Japán, Dél-Korea, illetve Kína térségéből, tehát mi egy ilyen összekötő kapocs is vagyunk a gépjárműipar keleti és európai elemei között, ami azt jelenteti számunkra, hogy kevésbé rángathat meg bennünket ez a válság, ami a háború okán kitört, mint ahogy a globális gazdasággal ez megtörténhet. Olvasható különböző médiákban, vagy médiában, mert ugye nincs több beszáma, hogy az a fajta intézkedéssor, amit mondjuk a magyar kormány bevezett, ásapkák, egyebek, vagy éppen a rezsicsökkentés, sok európai országban követendő, mások viszont szöges ellentétét csinálják, sőt harcolnak ellene. Ez egy furcsa helyzetet teremt akkor, amikor az ember szeretné megítélni az intézkedéseknek a milyenjét. Furcsa helyzet, ugye ezzel a kérdéssel érdemben kellett kezdenem ismételten foglalkozni, ugye volt nekem egy időszakom, amikor energetikai kérdésekkel benne a kormányban államtitkárként foglalkoztam, és a nemzeti energia stratégiát azt letettük az országgyűlés asztalára, és nagyjából a mentén haladt a magyar energiapolitika, majd a Földtan és Geofizika Intézetben dolgoztam egészen 2014 közepéig, ahol az ásványkészletezéssel és a természeti erőforrásainkkal való gazdálkodással foglalkoztunk, és fölépítettünk egy nemzeti alkalmazkodási központot, egy térinformatikai rendszerrel, amelyet most, ha minden jól megy, akkor épp az Országos Meteorológiai Szolgálatba tudjuk beérkeztetni, és ott egy önálló klímakutatási igazgatóság jön létre, azon a bázison, amelyet néhány évvel, mondjuk 10 esztendővel, egy évtizeddel ezelőtt a kollégákkal megalapoztunk. Az élet úgy hozta, hogy a nyár közepe óta miniszterelnök úr mellett miniszterelnöki megbízottként, személyes főtanácsadójaként energiabiztonsági kérdésekben segítem a munkáját, így föl kellett eleveníteni azokat a kapcsolatokat is, amelyek itt közép-európai vagy európai szinten biztosítják a magyar energiabiztonságnak a szavatolását is. És azt kell mondanom, hogy számomra is meglepő, sőt megdöbbentő, hogy még mindig vannak olyan országok, vannak olyan kormányok, mert az országok azért látják, hogy az országot emberek lakják az országokat, és azok látják, hogy mit jelent az energia elképesztő mértékű 10-szeres növekedése a saját életükben, de hogy vannak olyan kormányok, amelyek
ezzel nem kívánnak foglalkozni, hanem azzal vannak elfoglalva, hogy kitolják a háborúnak az idejét. És ők azt mondják, hogy őket az érdekli, hogy Ukrajnában legyen újra béke, és ők a békét úgy képzelik el, hogy a saját költségvetési forrásaikat nem a saját népük boldogulására használják föl, nem a rezsit próbálják meg kordában tartani, hanem fegyvereket vásárolnak és fegyvereket küldenek a háborúba, amely a háborúnak a eszkalálódásához vezet, hiszen látjuk azt, hogy olaj a tűzre, minél nagyobb ellenhatások történnek, ugye a orosz fél annál újabb és rafináltabb. Az én szájízem szerint nem elfogadható katonapolitikai lépéseket tesznek, de ezzel együtt elhúzódik ez a háború, és amíg nem születik meg a béke és a megállapodás, addig egy ilyen óriási versenyfutás fog történni. A fegyverkereskedelem, mondjuk úgy, hogy a fegyverkereskedelem részéről, tehát ők az élen szeretnének továbbra is futni, és ennek következtében azokat az országokat, amelyek ebben valamilyen szinten érdekeltek, vagy erőteljesebben érdekeltek, azokat beleviszi abba a csapdába, hogy ez az elsődleges szempont, és van valamiféle megfoghatatlan morális háttere is a történetnek, még a saját polgáraikkal meg nem nagyon akarnak foglalkozni. Tehát akkor, amikor egy német külügyminiszter kijelenti, hogy ígéretet tett mondjuk az ukránoknak, hogy fegyvereket fognak szállítani, és ez a legfontosabb, őt nem érdekli, hogy hogyan gondolkodnak erről az ő választói. Most azért mégiscsak az a legfontosabb, hogy egy országnak a választott vezetése, döntéshozó testülete az azzal foglalkozzon, ami a saját nemzetének az érdeke elsősorban. Persze ez egy nemzetközi környezetben történik, kapcsolatrendszerben, és arra is oda kell figyelni, hogy minden irányba ez működőképes legyen. Egyébként egy ilyen kis ország, mint mi vagyunk, mint Magyarország, történelem során sosem volt olyan, hogy csak az egyik oldalra kellett figyelni, és oda kellett kapaszkodni, mert abból soha nem lehetett jól kijönni. Tehát itt, ha vége lesz a háborúnak, akkor is lesz majd élet. Majd akkor is kell működni, akkor is kell döntéseket hozni. És a szomszédokat, azokat nem lehet lecserélni. Tehát azért, mert volt egy háború, ami befejeződött, ilyen vagy olyan megállapodással, békeszerződéssel, annak a következményeivel, az nem jelenti azt, hogy ott egy égig érő fal föl lett húzva, azt onnantól nekünk semmiféle közünk nincs, hátat fogunk fordítani, és onnantól kezdve csak abba az irányba fogunk nézni. Tehát ilyen nincsen. A hátunk mögött is lesz élet, egyébként, hogyha elég okosak és bölcsek vagyunk, akkor mindig figyelünk arra is, mi történik a hátunk mögött, mert ha nem, akkor nagyon keserű meglepetések érhetnek bennünket. Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatából a szankciókról már beszélgettünk, de hát van úgynevezett 3000 milliárdnyi eurós EU-s támogatás, amire várunk. Ezt annak kapcsán is szeretném megemlíteni, hogy többek között ennek az összegnek a felhasználásának egy része már a pedagógusok irányában elég értetett. Hogyan látja ennek a témakörnek a megoldhatóságát, vagy egyáltalán a jövőbeli mondjuk esemény sorát? Nehéz megítélni, hogy mi a szándéka az Európai Uniónak, mert hogyha egy erős Európai Uniót szeretne, akkor a közép-európai országokkal meg kellene állapodni, és tudomásul kellene venni azt, hogy a közép-európai uniós tagországok más történelmi pályát futottak be. Ugyanannak a kísérletnek voltunk a részei a 20. században, csak nyugaton, ott az egészséges életösztönnek és a józanésznek az elaltatásával foglalkoztak viszonylag barátságos módon, tehát a közvéleményt próbálták meg úgy átalakítani, elfogadóvá tenni az újdonságokra, hogy az különösebben ne fájjon fizikailag, míg Európának a keleti felében ezt eléggé drasztikus formában hajtották végre. A vidék lakosságát letépték a megélhetését biztosító földekről, tehát az önállóságot, az önálló gazdálkodást, az önálló vállalkozói szellemiséget próbálták meg teljes egészében kiölni. Erre volt egy visszahatás 1956, ami után jött egy megtorlás, és annak az enyhülése az 60-as évek végén, 70-es évek elején következett be, amikor kiengedték a börtönből a mi nagyszüleinket,
a megtorlásokat követően, azt gondolva, hogy totálisan megtörtek, és innentől kezdve ugyanazt a pályát fogja Európa keleti fele is végigjárni, mint amit nyugat elkezdett. És amikor elérkezettnek látták az időt, hogy különböző módszerekkel, de egy viszonylag gyúrható és kívülről befolyásolható masszává vált Európa, akkor ismét összevezették a két szálat, és jött a liberális, mondjuk úgy, hogy nomenklatúra, meg értelmezési keretrendszer, amelyben most éljük az életünket, amiben meglehetősen furcsa elképzelések és megoldások is fölmerülnek itt a emberi kapcsolatok, társadalmi együttélési szabályok tekintetében, ahol jószerivel csak jogok vannak, kötelezettségek nincsenek, márpedig egy erős közösség az mindig csak a jogok és a kötelezettségeknek a egyensúlyán tud kialakulni, hogy azért vagyunk mi egy közösségen belül, mert biztonságra vágyunk, a biztonságot pedig csak azt tudja garantálni, hogy tudjuk azt, hogy ebben a sors és kockázat közösségben kinek-kinek mi a dolga, és azt el is végezzük. Tehát lehet ezt csűrni-csavarni, de vélhetően ezért nem sikeres az Európai Unió működése, és ezért van egyre több helyen mindenféle, mondjuk úgy, hogy polgári engedetlenségi mozgolódás. Látjuk azt, hogy Franciaországban mi történik, azért Németországban, vagy éppen Belgiumban is hasonló történések zajlanak, illetve kormányok buknak el sorra, mert nem képviselik erőteljesen és megfelelően a nemzeti érdekeket. Na már most, hogyha ezt az eltérő történelmi hagyományt figyelembe venni Európa nyugati fele, és meg akarnák érteni azt, hogy mi zajlott velünk, és mi hol tartunk a velük való együttműködésben, akkor nem macerálnák nagyon Lengyelországot, amely egy 40 milliós belső piaca az európai gazdaságnak, és nem bántanák mondjuk a V4-eket, a cseheket, bennünket, illetve Balkánnak a csatlakozását sem akadályoznák, hiszen a balkáni országok azok pedig mindig kulcspozícióban voltak. Megint csak elő kell venni a történelmi meg a geográfiai térképeket, egymás mellé kell tenni, és lehet látni azt, hogy mindig kulcstényezői voltak Európa biztonságának. Hogy akié a Balkán, azé a jószerivel a befolyás és a hatalom Európa középső részén. És nekünk arra kell törekednünk, hogy itt legyen egy egységes érdekszövetség, amivel mi az európai közösségen belül a saját érdekeinket tudjuk érvényesíteni. Ezt nem szeretnék gyakorlatilag Brüsszelben, hogy ez létrejöjjön, és ezért megy az ilyen piszkálódás egy-két betűn vagy vesző elhelyezésén az összetett mondatokban, hogy most mi a jó vagy mi a nem jó. Az a baj, hogy ezt hozzákötötték ahhoz a hitelkerethez, amelyet a koronavírus utáni újjáépítés és fellendülés érdekében hoztunk létre közösen, amelyért Magyarország is fizet, meg Lengyelország is fizet, hiszen közös hitelt vettünk részt, lakosság arányosan leosztva, és ezt a hitelt nem akarják rendelkezésre bocsájtani. Holott ugye ez a hitel a megerősödést, az újjáépítést szolgálná, és a megerősödésnek a részét képezi az oktatási rendszernek a rendbetétele is, és az oktatáson belül sok-sok feladat van, de az egyik ezek közül a pedagógusok bérezésének a rendezése, ugyanúgy, ahogy ez az egészségügyben az elmúlt években részben megtörtént, de legalábbis elindult, és ugyanúgy, ahogy ez a védelemben, a honvédelemben, meg számos területen megvalósult a közellátás területén. Ezt akadályozza tulajdonképpen ennek a döntésnek az elhúzódása egyrészt, másrészt pedig a hazai energiaellátást biztosító hálózati rendszernek a korszerűsítése, amely feltétele annak, hogy modernebb, vagy legalábbis a mai kor által támogatott, vagy világtrendek, világpiac által támogatott technológiák által letermelt energia is befogadhatóvá és beilleszthetővé váljék a nagy ellátórendszerekbe. Tehát ilyen 30-40 éves technológiák, méretezések, tehát a vezetőképességnek a méretei, a hálózati kapacitások, azok nem felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amelyet mondjuk a megújuló energia betáplálása támaszt, ami meglehetősen hektikus, mert egy nap, meg egy év, meg az évszakok között óriási eltérések vannak,
amit ki kell egyensúlyozni, mert a fogyasztás pedig, az energiafogyasztás pedig egy kicsivel másabb képet mutat, mint az évszakok alakulása és a napsütéses óráknak a száma. Általában akkor kell több villamos energia háztartásokban, amikor a megújuló energia technológiák nem termelnek be, és ilyenkor is szükséges. Ha meg nincs fogyasztói igény a hálózaton, és óriási betáplálási nyomás van, akkor pedig az szétfeszíti magának a rendszernek a működő képességét, és csak abba tessék belegondolni, hogy 220-230 volt helyett a hálózati feszültség a saját otthonunkban is akár 280-290-re föl tud menni, és az a 230-240-ig kalibrált mindenféle háztartási berendezésünknek az élettartamát és a működő képességét hogyan fogja befolyásolni. Tehát ez olyan, mint a vérnyomás. Tehát, ha egy kicsit megemelkedik, és nem 120 per, mit tudom én, 70-80, tehát nem 220-230 volton megy a belső hálózati szolgáltatás, hanem ez felszalad 270-280-ra, olyan, hogy a vérnyomás felszalad 170-180-ra. És nem azért, mert egy jót futottunk, hanem csak úgy egyik pillanatról a másikra, ami nagyon komoly rendszerhibát jelent, és annak súlyos következményei vannak, akár a látásvesztésig, vagy az elesésig, beverjük a fejünket. Ez egy villamos energia hálózatnál azt jelenti, hogy összeomlik a rendszer, az senki semmilyen szolgáltatáshoz nem tud hozzájutni. Az nem csak a mindennapi életünket, de az egész gazdaságot befolyásolja is. Ennek a határán van a közép-európai hálózat, van egy rossz híren, tehát a német hálózat sincs sokkal jobb helyzetben, hiszen a nagy átviteli rendszerek azok nem épültek meg. Mondjuk a tengeri offshore, tehát tengerparti szélturbinák, és amik északon vannak, és Bajorország iparosított körzetei között. És az a letermelt energia, az Lengyelországon, Szlovákián, Magyarországon, Ausztrián és Svájcon kerül Németországban, ami megrázza egész Közép-Kelet-Európának a villamos energiaellátási biztonságát is. Akkor mi lehet az, mert most nyilván, hogy a magánemberként nagyon sokan gondolták, hogy a napelem lesz az, ami megoldja azt a fajta feszültséget, amit a, hogy mondjam, energia áremelés okozott. Akkor van valami olyan alternatíva vagy elképzelés, ami felé kellene menni? Most a következő két évben a túlélés. Megtalálni azokat a forrásokat, ahol a kieső energia mennyiséget pótolni lehet, akár a gázellátásban, akár a villamos energiaellátásban. Önálló beszélgetés tárgyát kellene, hogy képezze, akár csak a távfűtés. De csak egy példát mondok. Ugye mi itt Tatabányán, mikor polgármester voltam 2007-2008, megvásároltuk a Magyar Villamos Művektől a tatabányai erőmű 50%-át, és onnantól kezdve befolyással rendelkezünk. Majd amikor államtitkár voltam, akkor pályáztunk egy Európai Uniós alapra, elnyertük a kormány támogatását is, és átalakítottuk a fűtési rendszert, vagy hát az energiátalakítási rendszert az orosz gázról, a térségben meglévő hulladék, faanyag, úgymond biomasszára. Most elszabadultak az árak, Tatabányán megduplázódott a előállított hőenergiának az ára. Szomszédos városkában, ott délnyugat irányába, ott gázalapú továbbra is, ott ilyen 15-szörös áremelkedés történt, míg tőlünk északkeletre, megyénkbeli történelmi városban pedig 18-szoros, 17,5-szeres ára emelkedett a távfűtésnek az ára. Az egy dolog, hogy a lakossági fogyasztásnál a kormány továbbra is biztosítja az eredeti árat, tehát rezsivédett továbbra is. Mondom, a megye két szélső pontján, déli meg északi pontján nem kétszeresen, hanem 17-szeresen növekedett. Ez azért a költségvetést erőteljesen befolyásolja, a mozgásterünket szűkíti, de az intézmények működését, működtetését is alapvetően befolyásolja. Tatabánya ebből a szempontból 6 vagy 7-szeres pozitív pozícióban van a szomszédos városokhoz képest. És ez egy döntés volt.
és számos ilyen térsége van az országnak, ahol ezt meg lehet lépni, mert ezek az erőforrások, megújuló erőforrások rendelkezésre állnak, van, ahol biomassa, van, ahol geotermikus energia. És abban a pillanatban ki tudjuk egyrészt váltani a bizonytalanságot okozó gázt, akár jöjjön az a tengeren túlról, Amerikából, akár jöjjön az Oroszországból, és olyan energiaforrásokat tudunk mögé tenni, ami helyben rendelkezésre áll, ez ellátásbiztonság, de látjuk azt, hogy ez megfizethetőség kérdése is, mert töredéke megemelt áron, de még mindig töredéke annak az árnak, ami világpiaci szinten kialakult. És ezt ugyanígy végig kell járni minden egyes technológiánál, nem csak a távfűtésnél, a villamosenergia termelésnél is. A lényeg az, hogy az elkövetkező években olyan nagy beruházásokat és fejlesztéseket kell elvégeznünk, ami át tudja terelni akár a fűtési célú energiahasználatot is a gázról a villamosenergia irányába. A villamosenergia hálózatunkat úgy kell átalakítani, hogy alkalmas legyen befogadni a megújuló energia mennyiségeket is, legyen az akár a napelemek által előállított villamosenergia, de emellé oda kell tenni még 2-3 olyan alaperőművet, amely akkor is elő tudja állítani a villamosenergiát, amikor a nap mondjuk nem süt, vagy a szél nem fúj. Mert a józan ember azért úgy el tudja képzelni, hogy olyankor nincs. Lehet, csak akkor a tárolást kell megoldani. A tárolást mivel lehet megoldani? Vagy szivattyús tározós erőművel valahol, országhatáron belül ez nem olyan könnyű dolog, vagy vegyi tárolókkal, gigantikus méretű akkumulátorokkal. Most azért én úgy hallom, hogy kezd kialakulni valamiféle akkumulátor ellenesség az országban, csak akkor azt is mögé kell tenni, hogy a nagy villamos energiahálózat átalakításánál, a megújuló energiák beengedésénél is probléma fog lenni, mert hogy ezeket az energiákat, amikor többlet van a fogyasztáshoz képest, ezeket el kell tárolni, és ezeket ebben lehet eltárolni. Képviselő, egy beszélgetésünk végén még szeretném, hogyha a nemzeti konzultációról is esnék néhány gondolat. Hát tulajdonképpen a nemzeti konzultáció arról szól, hogy jó irányba megyünk európai szinten. Tehát, hogy ez a szankciós politika, ez rendben van-e? Hogy a szankciók azok hozzák ki azokat az eredményeket, amelyeket elvárt az Európai Unió, hogy esetleg ellentétes folyamatokat alakítanak ki, és mi pórul járunk, mert meg kell fizetnünk ennek a felárát. Mert itt felár is van, meg infláció is van, és arról szól, hogy azok a tervezett szankciós beavatkozások, amelyek eddig még nem kerültek elfogadásra, azok hozhatnak-e olyan fordulatot a keleti háború lezárásánál, minél hamarabb történő lezárásánál, amely egész Európának és azon belül Magyarországnak jó. Úgy tűnik számomra, hogy ez a szankciós politika ez nem vált be. Tehát ezt abba kellene hagyni, és azt kellene erősíteni, hogy a nagyok, Oroszország, az Egyesült Államok üljenek le. Alapvetően ott húzódik meg a konfliktus, üzleti konfliktus is. Csak egy fél mondat, megnéztem azt, hogy az elmúlt egy évben hogyan változott Európa viszonylatában az orosz gáz és az amerikai palagáz kereskedelemnek a mérlege. Így fordult meg, miközben az árak 10-szeresére növekedtek. De azt ne gondolja senki, tehát Amerika járt jól, Európa sehogy se, de azt ne gondolja senki, hogy az oroszok olyan nagyon rosszul jártak, mert az orosz többletet, az pedig elvitte a távol-kelet, alapvetően felszippantott a kínai gazdaság, illetve Kína nagyon ügyesen tovább értékesíti különböző csatornákon keresztül szankció ide vagy oda Európának. Tehát erről szól nagyjából a konzultáció. És hát ami számunkra ugye fontos, hogy itt élni kell, egyrészt túl kell éljük a következő 2 esztendőt, ezért fontos, hogy a rezsit átlagfogyasztási szintig továbbra is tudjuk tartani, a nyugdíjak reál értékét az infláció figyelembe vételével tartani kell, ezért már 3. alkalommal lesz visszamenő hatályú nyugdíjemelés az idei esztendőben, a családtámogatási rendszert biztosítani kell kis- és középvállalkozásoknak, az energiaköltségen történő osztozkodást a központi költségvetésből biztosítani kell, a nagyoknál egyedi kormány döntésen alapuló beavatkozásra egészen biztos, hogy szükség lesz,
Tehát ezek fontos lépések, és ami nekünk helyben nagyon fontos, hogy a folyamatban lévő beruházásokat, hatodik haszakad, ezeket be kell fejezni. Ilyen ugye a Tatabányai Kórház épülete, ilyen Tatán a könyvtár, ilyen a csapadékvíz elvezetés, kisebb településeken a bölcsödei beruházások, vagy éppen a vízelvezetési feladatoknak az elvégzése. Amik folyamatban vannak, azokra rá kell emelni, ezekben a hetekben születnek meg ezek a döntések, hogy ugye nem leállítás, hanem a befejezéshez szükséges többlet forrásnak a biztosítása megtörténjék. Ami pedig nem indult el, de már letárgyaltuk, és döntött róla a kormány, azok meg átütemezésre kerülnek, és ahogy a anyagi lehetőségek lehetővé fogják tenni, megteremtődnek, akkor ezek szépen el tudnak indulni. Ez azt jelenti, hogy ezek azért egy ilyen két éves csúszással indulhatnak majd el. De én bízok benne, hogy azért lesz ennek egy olyan pozitív hatása is, amiből mi jól jöhetünk ki a mi térségünk, hogy a látványberuházásoknak a száma az csökkenni fog, és sokkal több olyan fejlesztés lesz Magyarországon, amelynek gazdasági relevanciája is van, mint például annak a több mint 40 milliárdos beruházásnak, ami zajlik itt Tatabánya, Tata oroszlán térségében a ivóvíz hálózatunk rekonstrukciójával, és ami folytatódni fog a Tatabányai Szennyvíz tisztítótelep kapacitásának a megnövelésével, illetve a térségi karsztaknák korszerűsítésével, hiszen 50 évvel ezelőtt kerültek üzembehelyezésre, és hát az alatt azért a technológia az megkopott, ami rontja az ellátásbiztonságot. Egyrészt, másrészt pedig irgalmatlan energiafalú berendezésekről van szó, tehát magának a termelésnek, a kitermelésnek és szétosztásnak, elosztásnak a költségszintjét is csökkenteni kell a szükséges felújításokkal, korszerűsítésekkel. És ezek reális, fontos, a mindennapi életünket meghatározó kérdések. Képviselő úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Nézőiknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok!